Erről sem a hírekben, sem az interneten nem találsz semmit. Az ügyet nem sokkal a baleset után lezártnak nyilvánították, arra hivatkozva, hogy nincsenek túlélők. Soha senkinek nem beszéltem róla, még a néhai feleségemnek sem. Azt hiszem, az egész dolog olyan traumát okozott nekem, hogy egyszerűen csak el akartam nyomni a fejemben, és soha többé nem akartam rá gondolni. De mindig ott volt, rágott, emlékeztetett. Úgyhogy most mindent el fogok nektek mesélni róla. Kora ősz volt, és épp akkor szálltam fel a repülőre, amely hazavitt volna a kéthetes üzleti útamról. A gép jól felszállt, és mivel hajlamos vagyok a jetlagre, úgy döntöttem, hogy alszom egy kicsit. Nem tudom, mennyi idő telt el, de emlékszem, hogy egy erős turbulencia ébresztett fel. Kinyitottam a szemem, és láttam, hogy a podgyászok össze-vissza csúszkálnak a fedélzeten, az utasok pedig rémülten sikoltoznak. Szinte azonnal éber lettem. Mi folyik itt? Kérdeztem a mellettem ülő rémült hölgytől. Ő egyenesen nem vett rólam tudomást, lázasan szorongatta az ülését. Oxigénmaszkok hulladtak le fentről, én pedig azonnal felraktam az enyémet, és remegő kézzel becsatoltam a biztonsági övemet. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy a végtelen fasorok csúcsai veszélyesen közel vannak, másodpercről másodpercre egyre közelebb. Ennyi volt, mindennek vége. Ezek voltak az utolsó gondolataim a becsapódás előtt, majd minden elsötétült. A repülőgép padlóján ébredtem. Csomagok, kiömlött ételek és egyéb tárgyak kevertek körülöttem. Felnéztem a pilóta fülke felé, és a fák látványa fogadott. A repülőgép láthatóan darabokra tört, de a törzs a körülöttem lévő rendetlenség ellenére némileg épnek tűnt. Az első gondolatom az volt, túléltem. Lenéztem a fájó testemre, és megpróbáltam felmérni a sérüléseket. Eléggé összezúzgottam, és a vállamon volt egy kisebb vágás, de ezen kívül semmi komoly. Ekkor hallottam meg a körülöttem lévő többi utas hangját. Balra tőlem úgy hangzott, mintha egy nő sírna és egy másik nő vigasztalná. Előttem nyöszörgést hallottam, míg jobbra tőlem egy férfi ült, aki úgy tűnt, hogy ugyanúgy zúzódások vannak rajta, mint rajtam, de jól van. Felálltam és rájöttem, hogy egy maroknyi ember még életben van, és néhányan már a holttestek életi jeleit ellenőrizték. Segítenünk kell a sérülteken, a lehető leggyorsabban, kiáltotta az egyik túlélő. Csatlakoztam, hogy segítsek nekik, és ellenőriztem a pulzusát azoknak az utasoknak, akik nem voltak annyira összezavarodva, hogy esetleg még életben lehetnek. Linda meghalt, sajnálom, mondta a vigasztaló nő a fiatal lánynak, aki zokogott a nővére, mint később kiderült, eltorzult teste felett. Néhány perce később megláttunk egy utast, aki épp hogy csak élt az ülésében. Egy fémcső lógott ki a gyomrából, a lábai pedig a felismerhetetlenségig összezúzódtak. Könyörgött nekünk, hogy öljük meg, és némi habozás után Mitch, az egyik túlélő, fogott egy baltát és végzett vele. Mi a többiek elfordultunk. Alig bírtuk hallgatni a hangot, ahogy a balta a férfi koponyájába vágódik, nemhogy nézni. Mit tegyünk? Linda megkérdezte. Az alapvető szabályok szerint maradjunk a helyünkön, így a mentőknek könnyebb lesz megtalálni minket, mondtam. Igaza van, mondta egy másik túlélő. Le kell adnunk egy SOS jelzést, és meg kell próbálnunk kapcsolatba lépni valakivel. Amber, találtál valamit? Kérdezte a nőt, aki korábban Lindát vigasztalta. A nő a telefonján volt, próbálta megnézni, hogy talál-e térerőt. Semmit. A nő kétségbe esetten rázta a fejét. Egyetlen sávot sem. Akkor nincs más választásunk, mint várni, válaszolta egy másik túlélő. Fel kell állítanunk egy menedéket, hideg lesz ma este, mondtam. Várj, ugye nem leszünk itt olyan sokáig. Mitch megkérdezte. Ma este biztos, hogy itt leszünk, és talán még néhány éjszakát, mondtam. Be kell osztanunk a kaját, és be kell rendezkednünk. És mi lesz azokkal, akik meghaltak? El kell temetnünk őket. Linda a könnyek között mondta. Úgy lesz. Amber válaszolt neki. De most a saját túlélésünkre kell gondolnunk. Kimentünk a géptörzsből, hogy megnézzük, hol vagyunk, de annak ellenére, hogy volt egy kis tisztás, körülöttünk mindenütt magas fák álltak, elzárva a kilátást. Néhány törött fa hevert körülöttünk, ami annak a következménye volt, hogy a repülőgép a becsapódásakor kidöntötte őket. Mivel a közelben nem voltak nagyobb magaslatok, nem lehetett megmondani, milyen közel vagy távol vagyunk a civilizációtól. Kivittük a holttesteket és felsorakoztattuk őket a törzs előtt. Úgy döntöttünk, hogy nem használjuk erőnket az ásásra, hiszen ki tudja, meddig kell itt maradnunk, így inkább csak lepedőkkel és ruhákkal takartuk be őket.
Összesen már csak hatan maradtunk életben. Linda, Amber, Mitch, Will, Norton és én. Alkonyat körül kezdett nagyon hideg lenni, ezért a csomagokkal elzártuk a törzs nyílását, amennyire csak tudtuk. Mitch kövekkel SOS jelet formált a repülőgép mögötti kis tisztáson, remélve, hogy így gyorsabban felhívja a mentők figyelmét. Amikor leszállt az éj, még mindig nem tudtunk megszabadulni a közelgő hidegtől, ezért extra ruhákat vettünk fel, és a többi utas ruháiból és takaróiból készített rögtönzőtárgyakon kuporogtunk. Megettünk fejenként egy csokit, és úgy döntöttünk, hogy aludni fogunk. A csoport legtöbb tagja gyorsan elaludt, kivéve Lindát, aki álomba sírta magát. Én voltam az utolsó, aki elaludt. Nem tudom már pontosan hány óra lehetett, amikor hirtelen felébredtem egy gajcsattogás hangjára a gép előtt. Azt hittem, talán valaki ránk talált, ezért felpattantam és kikukucskáltam az ablakon. Nem láttam semmit, ezért odamentem a podgyás sorompóhoz és bekukucskáltam a lyukon. Korom sötétség fogadott a gépünk előtt. Még soha nem kempingeztem, így az erdő látványa ilyen teljes sötétségben megrémített. Mivel azt hittem, hogy a hangot talán egy állat adta ki, már éppen vissza akartam térni az ágyba, amikor a közelben egy újabb gajcsatogást hallottam. Felkaptam egy zseblámpát és arrébb toltam a csomagok egy részét, annyira, hogy egy kis helyet csináljak magamnak. Kimentem és a fénysugárral végigpásztáztam a környéket. Haló? Kiáltottam, minden reményem ellenére remélve, hogy valaki emberi meghallja. Senki sem volt ott. Körbejártam a gépet, minden egyes gaj, amire ráléptem, visszhangzott az erdőben. Ekkor döbbentem rá, hogy valójában milyen csend van. Amikor lefeküdtem aludni, az erdő tele volt lakóinak hangjaival. Most egyetlen hangot sem hallottam. Se madarok, se rovarok, semmi. Eszembe jutott, hogy amikor az erdő elcsendesedik, az általában azt jelenti, hogy egy ragadozó van a közelben. A szívem hevesen kezdett verni, és a zseblámpámmal ismét óvatosan végigpásztáztam a könnyéket, majd hátrálni kezdtem a törzs felé. Elértem a csomagokból épített barikádhoz, és amikor éppen fel akartam mászni, újabb hangot hallottam magam mögött. Úgy hangzott, mintha valamit lassan vonszolnának a földön. A zseblámpámat a hangforrása felé irányítottam. A halom holttestre. Lassan jobbról balra mozgattam a fénysugarat, a ruhákkal letakart a mozdulatlan holttesteken. A zseblámpám végül elérte a baloldali holttest sor szélét, és a szívem még gyorsabban kezdett dobogni. Az egyik kabátot félretolták, és a hely, ahol valaha egy holttest volt két másik holttest között, most eltűnt. A vonszoló hang ismét felhangzott. Feljebb vittem a zseblámpát, és megláttam a földön fekvő női testet. Aztán ugyanezzel a vonszoló hanggal sántikálva néhány centivel beljebb csúszott a sötétségbe, és csak a lába lógott ki a fénybe. Még feljebb irányítottam a zseblámpát, és megláttam a nő tágra nyílt szemét, amely kifejezéstelen arccal üresen merett az ég felé. De nem ettől ijedtem meg. A nő hajába kapaszkodva éppen a fény szélénél egy vékony, mégis izmos, fekete szőrös kéz volt. Két izószem tükröződött vissza a zseblámpámból, és amint a lény meglátott engem, egy nagyon rövid sikolyt produkált. Itt ezred másodpercekről beszélünk. És hangos és lehetetlenül gyors léptek visszhangzó, ugyanakkor szinte azonnal elhaló hangjával elrohant, maga után rántva a nőt a sötétségbe. Eldobtam a zseblámpát és visszarohantam a törzshöz. Zihálva eltorlaszoltam a nyílást a csomagokkal. Visszatértem a helyemre és meglepődtem, hogy senki sem ébredt fel a hangos lépteimtől és lélegzetemtől. Betakartam magam, szemmel tartva a podgyász barikádot. Egész éjjel azt hittem, hogy képzelem, amint véznak kezek bögdösnek befelé, de valahányszor csak pislogtam, eltűntek. Valamikor hajnal előtt végre elaludtam. A madarak csicsergésére és a géptörzsön kívüli hangokra ébredtem. Megkönnyebbülten sóhajtottam fel. A rémálom még mindig frissen nyomta be magát az elmémbe. Kimentem és láttam, hogy Norton és Will a holttestek halma mellett állnak és heves vitát folytatnak. Oda mentem hozzájuk, hogy megkérdezzem, miről beszélgetnek, mire Norton azt mondta. Az egyik halott utas eltűnt. Lehet, hogy egy medve volt. Elnéztem mellettük a holttestek felé, és megláttam a helyet, ahol az egyik holttestnek kellett volna lennie. Azon túl pedig valami nehéz, a földön vonszolt valami jellegzetes nyomai húzódtak, és tűntek el az előttem lévő fák között.